Sziasztok, nagy szeretettel köszöntjük mindenkit, ez itt a Belemelés a házba lesz per kézzel a podcast, engem Víg Martinnak hívnak, mai két beszélgető társam Simon Szabolcs és Sellei Zoltán, velük fogjuk átbeszélni a női magyar kupa történéseit, azon belül is leginkább a négyes döntő négy kiemelt fontosságú találkozóját. Úgy várhatunk neki ennek a hétvégének, hogy ezúttal tényleg négy olyan csapat került be a Final Four-ban, akik képesek bármilyen konstellációban megverni egymást, így nagyon izgalmas meccsekre számíthatunk már szombaton is. De végül a két elődöntőben is, hogyha vártnál nehezebben is, bizonyos esetben, de azért érvényesült a papírforma. De még mielőtt ezekről a találkozókról beszélgetnénk, és elmondanám a számszerű végeredményeket, Szabi, az oldalon ugye láthattuk videóképek és cikkek formájában is, hogy te a helyszínen voltál. Így bemelegítésnek kérlek két-három mondatban számolj arra, hogy milyen volt az esemény, milyen volt a rendezés, milyen volt a hangulat összességében, hogy élted meg ezt a Kupa Final Four-t. Én is köszöntök mindenkit. Hát a tavalyihoz képest sokkal több nézőt láthattunk a tatabányai sportcsarnokban. Ugye a győrieket azt megszokhattuk már, hogy a csapatukat mindenhová elkísérik, és az általuk megkapott, a klub által megkapott jegyeket azt mindet értékesíteni szokták, de a tavalyihoz képest sokkal több ferencvárosi és debreceni szurkoló látogatott el tatabányára, és alapból az egész csarnoknak a döntőre szerintem a 80-90%-a megtelt, tehát hogy eléggé jó hangulat volt. Ma délután a mérkőzés nagy vonalabban visszanéztem még egyszer a döntőt, és ott azért hallatszott, hogy fantasztikus volt a hangulat. Magáról az arénáról szerintem nagyon sokat nem kell beszélni, a képek visszaadják, aki járt már ott, az tudhatja, hogy tényleg klasszis, nagyon jól néz ki, a hőmérséklet is tökéletesben, tehát hogy se nem fázik az ember, se nem nincs melege, és maga a rendezés is szerintem tökéletes volt olyan szempontból, hogy sok mindent megtudhatunk itt a mérkőzések előtt, a csapatokról, játékosokról, esetleg olyan dolgokat, amiket nem feltétlen tudnak meg azok az emberek, akik nem mennek ki a mérkőzésre az arénába, bár ahogy láttam a szövetségnek a Facebook oldalán fent vannak ezek a kis videók, amiből kiderülhet az, hogy Márton Gréta például egy aggódó típus, vagy Tóth Niki az a játékos a Mosonmagyaróvárból, aki biztosan otthon hagyja az útlevelét, vagy esetleg egy győri oldalról láthatunk egy ilyen quiz feladatot Fodor Csenge és Győri Lukács Viktória között, hogy azt szerintem Fodor Csenge vitte el. Szóval ezek ilyen érdekes feladatok, amivel egy kicsit a szurkolókat is közelebb tudják vinni, vagy a játékosokat közelebb tudják vinni a szurkolókhoz, valamint könnyebben telik így az idő. Szóval szerintem egy színvonalas rendezvény volt, és hát maga a hangulat, meg a körítés is minden tökéletes volt, és ahogy említetted, az ország négy legjobb női kézilabda csapata jutott be. Szerintem a tavalyhoz képest még színvonalasabb mérkőzéseket láthattunk. Így van, mondjuk is egy gyorsan a számszerű végeredményeket a szombati napról, a Győri Audiától 29-28-ra vett a DVSZ és Eflert, a Mosonmagyaróvár pedig 25-29-re kapott ki a Ferencvárostól. Zoli, fordulok is hozzád azzal a kérdéssel, hogy sokan itt azt vártuk előzetesen, hogy ez lehet az az esemény, ahol borul a papírforma, és esetleg a Debrecen vagy a Mosonmagyaróvár a döntőbe, sőt akár a kupagyőzelemhez is odaférhet, lehet meglepetés végre, nem a szokásos győrfradi sormintát láthatjuk. Ehhez képest számszerűen azért mindkét elődöntő szoros volt, de azért a Fradi egyértelműen eldöntötte a mérkőzést. Voltak olyan szakaszok, amikor a Győr is azért bőven a Debrecen fölé emelkedett, még hogyha a végén ez nem is volt egyértelmű. De hogy összességében hogy láttad ezt a két elődöntőt, és egyáltalán neked volt-e olyan elvárásod vagy várakozásod ezekkel a mérkőzésekkel kapcsolatban, hogy na, most lehet az a pillanat, amikor egy picit megváltozik az erős sorrend a csapatok között. Én megmondom őszintén, én nem mentem ezzel a hype-al, amit itt többen a csoportban is végrehajtottak. Itt megemlíteném Kareszt, aki teljes fordító sorrendet talált el. Itt ugye nem sokan találták el a végső sorrendet, itt éppen én most éppen eltaláltam. De én megmondom őszintén, az előzetes elvárásokhoz képest én nem tudom, valamiért realisztikusabban láttam, és úgy gondoltam, hogy a két nagy fog bejutni a döntőbe, és a két nagy fog játszani a finálét. Ugyanakkor az is benne volt természetesen, amit már az előzetes írásokban is említettünk, hogy most van egy olyan Final Four, ahol tényleg igazából bármi megtörténhet, mert itt azért itt a bajnokságban is azért már voltak olyan eredmények, amelyek, illetve még a bajnoki ligáját is, ugye a Debrecen Győr utolsó mérkőzés is figyelembe véve, ahol azért van egy olyan forgatókönyv, ahol úgymond gyengébb csapat is elkaphatja a nagyobb csapatot, és hát a,
A második a kezdem, a Ferencváros esetében én ezt nem láttam realisztikusnak, ugye a Mosonmagyarországnak volt egy nagyon erős ősze, de azóta inkább keresgetik önmagukat, és hát a Debrecen Győr volt az, amelyikre azt gondoltuk, hogy legalábbis én, hogy egy kicsit szorosabb lehet, de úgymond, hogy is mondjam, normális körülmények között, tehát úgy, hogy mind a kettőnek nyilván számít az eredmény, és teljes mértékben tétmérkőzés, így a Győr be fogja húzni, és az elején úgy tűnt, hogy ez egy nagyon sima mérkőzés lehet, és a papírformát abszolút hozza a Győr, és hát láttuk, hogy ez abszolút nem így volt, és minden dicséretet megérdemel a Debrecen, hogy nagyon közel voltak ismételten bravúrhoz, és ha megnézik az összes utolsó mérkőzésüket, vagy hát jó néhány utolsó mérkőzésük, azt láthatjuk, hogy itt mintha a Debrecen, mintha a Győr színvonalára felkúszott volna, vagy a másik oldalra megközelítve a Győr mondjuk úgy, hogy visszafogott munkájak alapján visszaesett a Debrecen szintjére, ugye ez nyilván nézőpont kérdése, de én azt látom, hogy a Debrecen is javult, és a Győr is rosszabb lett, úgymond, és emiatt is lehetnek az utóbbi időszakban szorosabb mérkőzések. Szóval, te hogy láttad a két elődöntőt? Te is egyetértesz, az talán Zoli és én is említettünk, hogy a második elődöntő volt simább, ott azért hiába négy gólos különbség végül összességében nagyobb volt a különbség, és bár hullámzások voltak, de végül a Debrecennek lehetett volna esélye, tehát tulajdonképpen az volt a fő különbség a két elődöntő között, hogy az egyiken volt rá is esélye a meglepetés, a másikon pedig tulajdonképpen nem, még hogyha az eredmény nem is feltétlenül ezt támasztja alá. A mérkőzés előtt, hogyha megkérdeztek, akkor azt mondtam volna, hogy bármelyik találkozóban benne lehet a meglepetés. És a debrecenieknél azért nem jött ez a csoda, mert szerintem a kapuban késő jött a segítség Gabriel személyében, hogyha őtől hamarabb érkeznek a védések, és nem a második félidő közepétől, akkor a Győr is sokkal jobban megizzadt volna ezen a találkozón. És ami majd később érdekes lesz, és a Simon Petra is említett a döntő után, hogy a győriek visszanyúltak mindig ilyen téthelyzetbe azokhoz a dolgokhoz, amik nagyon jól mennek, nagyon biztosak, és olyan lövéseket vesznek elő a játékosok, ezt majd a döntő kapcsán meg fogom említeni, de itt is az történt, hogy elkezdték a beállót játszani, és ugye Bratzett az utolsó két gólt jegyezte, amivel sikerült megnyerniük a mérkőzést. A Ferencváros mérkőzésére pedig, ha rákanyarodunk, ott szerintem negyed óra után körülbelül a Fradi elintézte itt a lényegi dolgokat, hogy az óváriak ne hihessék el azt, hogy nekik itt van keresnivalójuk, és ezt a Tóth Gabi is elmondta a mérkőzést követően, hogyha reggelig játszották volna a mérkőzést, akkor sem érezték azt, hogy ez meg lehetett volna. A Fradi nagyon jól kontrollálta, és többször említettük már azt más csapatok kapcsán, akár a meccsnél, hogy annyit adott ki magából egy csapat, amennyire éppen szükség volt, és én személy szerint a Ferencvárosnál is ezt éreztem, hogy megvolt az a biztos 3-4-5 gólos különbség, és ezt az egész mérkőzésen szépen-szépen vitték magukkal, és az óvár nem tudott közelebb kerülni, valamint az, hogy Januri Kinga 14 védést tudott bemutatni, és a másik oldalt Szemerei Zsófi és Hadfi Gréta nem tudott annyit hozzátenni, és ez azért nagyban megnehezítette az óváriaknak a dolgát a felzárkózásban szerintem. Ez valóban így volt. Ugorjunk is tovább a vasárnapi játéknapra, hiszen az igazán izgalmas találkozók tulajdonképpen itt következtek, legalábbis ami a végelszámolást illeti, és mielőtt a főfogásra rátérnénk, jöjjön a bronz meccs, és hát bár Karesz nincs itt, aki ugye ennek a műfajnak hatalmas nemzetközi szinten jegyzett szakértője, mégis mi is beszéljünk néhány szót arról, hogy a Debrecen 34-29-re verte a Mosonmagyaróvárt, és ezzel megszerezte a Magyar Kupa bronzérmét. Ez is egy furcsa találkozó volt olyan szempontból, hogy sokáig a Mosonmagyaróvár vezetett, úgy tűnt az első félidőben, hogy az ő akaratuk érvényesülhet inkább, de aztán a Debrecen nagyon szépen visszazárkozott a mérkőzésbe, és le is tudták szakítani az ellenfelüket, és tulajdonképpen a végjátékban bár voltak meg fellángolások, de nem volt rá, és a Mosonmagyaróvár visszajöjjön. Úgyhogy az ő szempontjukból ez a Kupa Final Four némileg csalódás volt, hiszen azért nyilván ebben a mezőben ők is érmet szerettek volna szerezni, de az szerintem teljesen egyértelmű, hogy jelen helyzetben a Debrecen egy picit jobb csapat, mint a Mosonmagyaróvár, és ez kijött a pályán is. Szóli, mit gondolsz erről? Igazából sok mindent elmondtál, ami igaz, sőt, hát igazából tényeket közöltél. Egy valamit én kiemelnék, és az a Szilágyinak a szerintem abszolút meccs döntő, vagy mérkőzés befolyásoló döntése, hogy ugye
megnyitotta a falat, és őt egy-egy védekezést váltott, és ez szembeláthatóan nem ízlett a Mosomagyaróvárnak, ami az, hogy ilyen mértékben nem ízlett neki, az ne számomra meglepetés volt, hiszen azért egy normális alapban azt mondjuk, hogy egy jól felkészített csapat és Magyarország négy legjobb csapata közül az egyikről beszélünk, de azt látszódott, hogy ezzel nem tudok nagyon mit kezdeni, rengeteg technikában volt, és azt kell látni, és azt látjuk most már időről időre, hogy a Mosomagyaróvár valahogy a kettős terhelése nem biztos, hogy úgy birkózik meg, ahogy illene, és hát a Debrecen pedig hozta a kötelezőt, és igazából azt kell mondjam, hogy ahogy mondtad, hogy fellángolásoktól eltekintve azért maga biztosan hozta ezt a bronzmérkőzést. Én azt gondolom, hogy ez a mérkőzés is egy ideig, ugye az első félidőben még ez nyitott volt, talán 16-15 volt, most lehet, hogy 15-14, valami hasonló, és onnantól kezdve ugyanakkor már nem volt kérdés, hogy kinyeri ezt a bronzmérkőzést, úgyhogy innen is gratulálok a Debrecennek, és a Mosomagyaróvárnak pedig hát még azért van egy-két dolga, hogy itt azért továbbjutás az Európa Ligába, illetve a bajnokságba is lehetek még nagyobb céljaik, úgymond, úgyhogy szerintem ők sem nem neki sem szabad elkeseredniük szerintem, úgyhogy még lesz még elegendő mérkőzés a javításra. Szóval felé két kérdés van a bronzmeccs kapcsán. Az egyik az, hogy ugye ilyen találkozóknál mindig azt a kérdést tesszük fel, hogy vajon melyik csapat számára mennyire fontos ez. Ugye a Bajnokok Ligája Final Four-ok kapcsán azt szokták mondani, és hogy hát a csapatoknak sokszor nincs is kedve valójában lejátszani, meg nem is biztos, hogy kellene. Én azt gondolom, és igazából a kérdésem is az lenne felét, hogy itt azért mindkét csapatnak a múltja alapján, meg az alapján, hogy van két nagy, aki mögött azért nehéz odaférni, ez a bronzmeccs fontos volt, legalábbis én ezt gondolom. A másik pedig, hogy itt egyéni teljesítmények terén volt olyan, akit feltétlenül kiemelni, mert a csapatszintű játékról sokat beszélt, de lehet, hogy voltak olyan egyéni teljesítmények is, akik számodra kiemelten fontosak voltak. Hát ezt a cikkembe is kiemeltem, sőt ezzel kezdtem, hogy és ráadásul ezt a bevezetőt még azelőtt írtam meg, mielőtt az edzők nyilatkoztak volna a mérkőzést megelőzően, hogy mindkét csapat számára fontos volt a bronzérem, és ezt Gyurka János is alátámasztotta a mérkőzés előtt, hiszen elmondta, hogy tisztában voltak azzal, hogy nagy esélyük van arra, hogy a Debrecennel fogják játszani a bronzmérkőzést, és így is készültek egyébként, és mindenféleképpen éremmel szeretnének hazatérni, és ezt Szilágyi Zoltán és Planéta Szimonatta is elmondta szombaton az elődöntőket követően, hogy szeretnék megvédeni a bronzérmüket. És Gyurka János még említett egy érdekes gondolatot, hogy nem mindenki tudott visszatöltődni, de a csapatot úgy érzi, hogy erőnlétben felkészültek, és újat nem tud egymásnak mutatni a két alakulat. Támadó hatékonyságban szeretne javítani szombatról vasárnapra. Ez azért is érdekes, mert az Óvár kapcsán már többször említettük azt, hogy Gyurka János január óta ezt nehezményezi, hogy a támadó hatékonyságuk nem éri el azt a szintet, mint az első három fordulóban volt az Európa Ligában. Azt követően ez sokat romlott, és itt is felírtam magamnak, amit már többször említettem szintén, hogy kapkodós volt az Óvárnak a befejezése. És nem tudom, hogy taktikai megfontolás volt-e, vagy tényleg ez az erőnléti és nem visszatöltési probléma, hogy a Tóth Gabriela nem kezdett, ugye, és ugye Iváncsok volt az átlövő és Tóth Eszter irányított mellette, és hogyha már játékos teljesítményeket kérdeztél itt a Mosomagyaróvárnál, én ezt a két nevet tudnám kiemelni, míg a debrecenieknél ugye Bátu Lovisnak 14 védése volt, tehát ehhez a bronzéremhez mindenféleképpen kellett az ő remek teljesítménye. Kácsó Gréta is nagyon jól szállt be a mérkőzésbe, és hát ő volt a kezdő Jovovics helyett, és akit még ki kell emelni, a Szabó Nina, akit ugye reaktiváltak, úgymond Hámori Konszuéra sérülését követően, és a második félidőben rettentő jól játszott, és a Gabriel mellett, vagyis Bátulovics mellett az egyik letéteményes volt annak, hogy sikerült megszerezniük a bronzérmet. A döntő pedig még komolyabb izgalmakat tartogatott. Egy olyan párosítás jött össze, amit hát az elmúlt években rengeteget láthatunk, most már évtizedes szinten is, ez a magyar női kézilabdázás meghatározó párharca, és hát úgy futhattunk neki ennek a találkozónak szerintem, hogy nem volt egyértelmű az, hogy melyik csapat a meccs esélyese. Nyilván ugye el szoktuk mondani, ez ilyen Szeged, Veszprém, György, Fradi kapcsán is, hogy nagy rangadóról van szó, derbiről van szó, de azért
az egyik csapat kerete lényegesen erősebb, mint a másik, és hogyha mindenki hozza, amit hoznia kell, akkor megvan, hogy kinek kellene megnyerni a találkozót. Most én ezt egyáltalán nem éreztem ennyire egyértelműnek, egyrészt azért, mert a Fradi azért a világbajnokság óta egyértelműen mutat életjeleket, a Győrnél pedig pont az elmúlt hetekben volt elég komoly bizonytalanság, ami kapcsán mi is kérdéseket fogalmaztunk meg, hogy vajon a felkészülést úgy súlyozzák-e, van esetleg valami mini téli alapozás, vagy olyan új taktikai megoldásokat próbálnak, amik még nem tökéletesek, de majd jók lesznek, és hát, ha jól emlékszem, én fogalmaztam úgy, hogy akkor még nem kellett vészharangokat kongatni, de most már szerintem egyértelműen konganak azok a harangok, hiszen a Győr 23-25-re kapott ki a Ferencvárostól. Megint csak egy fura találkozó, mindegyik meccsről elmondtam ezt nagyjából, de úgy indult ugye a meccs, hogy a Győr 6-1-re is vezetett, és azt lehetett érezni, hogy igen, nem megbántva a Fradi szurkolókat, de ezúttal érvényesül a realitás, ez az 5-6 gólnyi különbség a két csapat jelenlegi kerete között, jövőre más lesz valószínűleg a helyzet, de a jelenlegi kerete között megvan, és most a Győr közé fogja tenni azt a különbséget, ami szükséges, de aztán nem. És miért nem? Ez a kérdés, Zoli. Ez nagyon jó, hogyha tudnám a választ, akkor lehet, hogy Győrben ülnék. Először is ugye még visszatérve, amit mondtál, jó, hogy megemlítettem, mert pont én voltam abban az adásban, amikor erről beszélgettünk, hogy az is lehet, hogy ugye a Győr csinál egy mini alapozást, és ezért nem annyira fontosak számára már a BL csoport győzelem után az eredmények, és lehet, hogy valamire készül. Hát úgy látszik, hogy vagy készült, de nem sikerült, vagy egyáltalán nem készült, mert hát valóban ez van, és én azt gondolom továbbra is, amit te is gondolsz, és lehet, hogy ez sok Ferencváros szurkolónak rosszul esik, vagy nem szívesen hallják, de igenis ez a Győr kerete szerintem is sokkal erősebb, mint a Ferencváros kerete, és ugyanazt el szoktuk mondani, hogy a Veszprém kerete is sokkal erősebb, mint a Szeged kerete, ez valószínűleg jövőben, sőt már jövőre kicsit ez a nagyobb különbség úgymond kisebb lehet, de mégis azt látjuk most már meccsről meccsre, amit a két csapat játszik, hogy valamiért, és most már ez nem csak ugye a mostani dán edzőnél, de most már Ambrosnál is előtte úgy volt, sőt most már ugye a Fradinál is új edző van, és nála is ez van, hogy egyszerűen valahogy a Ferencvárosnak benne van a vérében, benne van a gényeiben ez a győrverés, akkor is, hogyha tényleg úgy néz ki, mint ahogy említetted, hogy az első pár percben első teljesen egyértelmű volt, hogy itt a Győr fog elvinni az első helyet, és aztán hát történt valami, amit sosem fogunk megtudni, mi történik ilyenkor, mert megint nem az történt, amit a Győr elképzelt, és itt aztán nyilván beszélgetünk erről, hogy mik lehetnek ennek az okai. Az egyik nyilvánvalóan szerintem, amiről beszélgetünk így a mérkőzés közben, ez egyfajta Bödebíró Blanka fóbia szerintem, amit már többször megemlítettünk, hogy egyszerűen ezeken a mérkőzéseken Blani úgy véd, hogy tényleg tartani lehet úgymond a lövésektől, vagyis a védéseiktől, és hát nekem számomra az volt a legérdekesebb az egészben, amit a Simon Petra a mérkőzés után nyilatkozott, hogy igazából minden el volt tervezve. Tudták jól, hogyha az 50. percben időzetlen körű állás van, akkor ezt be fogják húzni, és meg fogják nyerni, és így is történt. És az, hogy ez így megvan tervezve, megmondom őszintén, én nem gondoltam volna, nem azt, hogy nem nézem ki a Heinéból, de ez engem meglepett, hogy igenis ő is elmondta, meg igazából megnézik az időkéréseket, és hát a Simon Petra nyilatkozott, ők tudták azt, hogy ha az 50. percben így áll a mérkőzés, ez be volt úgymond tervezve, akár még a rosszabb kezdés is, ezután ők meg fogják nyerni a kupát, és nem volt ha, nem volt de, hanem ez így is történt, és ez igazából a győri szempontból lehet ijesztő, szerintem, mert hát már beszélgetünk arról, hogy van ennek a győrnek, vagy volt ennek a győrnek egy mítosza, ugye veretlenség és ilyesmi, és tanakodtunk arról, hogy az utolsó mérkőzések elengedés a BL-ben, hogy nyilván előtartalékolás, meg mini alapozás, vagy éppen valami más oka van, de az, hogy ez a mítosz most már, ugye mondtuk, hogy az utóbbi időben már kezd elszéledni, úgymond, de hogy a többi csapat is vérszagot érezhet, hát most ez a mérkőzés alapján pedig tényleg azt kell mondjam, hogy a jelen esetben a Győr nem Final Four csapat, furcsa ezt kimondani, nyilván még nagyon sok víz lefolyik a Dunán is, meg mindenfelé is, de egyelőre azt gondolom, hogy így a közhangulatot nézve, főleg a győri oldalról, illetve a játékosok formáját,
a taktikát, és úgy mindent összevetve azt mondom, hogy ennek a Final Four-ba jutásnak nem a Győr az esélyese. Bocsánat, hogy egy kicsit megkeverem az adásnak az időrendjét, mert ugye addig úgy csináltuk, hogy ide-oda passzolgattam a labdát, de most Zoli érintett egy olyan témát, amit vele akartam megvitatni, és már föl is írtam egy jegyzeteimbe ezt, hogy a meccsnek az eltervezése milyen volt a Fradinál, és pontosan ezt írtam fel, amit te is mondtál, hogy ha jól emlékszem, a második fél időnként a derekán kérte ki az idejét Ellen Heine, és ha nem csalnak az emlékeim, 19-16 volt a meccs állása, de javítsatok ki, ha rosszat mondom. És ott mondta azt Heine, nem emlékszem már pontosan a szövegkörnyezetre, de volt egy olyan frázis, hogy as we planned, azaz ahogy megterveztük. Tehát azt mondta abban az időpillanatban, hogy ez a három gólos hátrány, ez tökéletesen megfelel annak, ami az ő terveikben volt. És egyrészt azt kérdezném, Zoli, tőled, mint jelenleg is csapatoknál dolgozó edzőtől, hogy van-e ilyen, hogy egy csapat tényleg tudja azt, hogy egy szoros végjátékban neki jó esélyei lehetnek, mert nekem picit ilyen, nem tudom, kerékpáros, meg hosszú távú autóversenyes példák jutottak eszembe, ahol ezt szokták mondani, hogy igen, ha Le Mans-i 24 óráson versenyz, akkor az a lényeg, hogy az első 20 órában es ki, és majd utána eldől, hogy mi lesz. De addig csak ott kell maradni a mezőnyel, és egy kézzel a meccset is meg lehet így tervezni, hogy igen, az 50. perc környékén legyünk 3-4 gólt távolságban, és ez már még simán behozható. Hát ez nagyon nehéz kérdés egyébként, mert nyilván nem lehet, tehát így szerintem nem lehet megtervezni, ahogy ez most így elhangzik, mert tényleg jól hangzik, hogy ez így volt, meg úgy volt, de nyilvánvalóan ez az is kell, hogy az a csapat azt az első mondjuk 50 percet, 40 percet túlélje, és legyen esélye a fordításra. És inkább ezt úgy gondolom, hogy ezt a Heine szerintem abból indult ki, hogy az elmúlt mérkőzésekből kiindulva azt gondolta, hogy ez a Győr bármennyire is profi játékosokból áll, bármennyire is északi mentalitás, bármennyire is fel vannak készítve, azért az utóbbi mérkőzéseket figyelembe véve, ők az utolsó 10-15 percekben elrontották a végjátékot is, mindig a Ferencváros győzött, vagy legalábbis nagyon sokszor. Ez most már tényleg egy tendencia volt, és szerintem erre alapozott, hogy ha ez a helyzet fennáll, hogy 40-45 percig tényleg nincs 10 közte, miért is lenne 10 közte egyébként, akkor van akkor a mentális ereje a csapatnak, illetve az emlékekből, én azt gondolom, hogy lehet, hogy ilyen idealista hozzáállás, vagy hozzászólás van is tőlem, de hogy az emlékében él az, hogy igenis, ez a Győr, ez verhető az utolsó 15 percben, megcsináltuk már egyszer, megcsináltuk kétszer, megcsináltuk ötször, nem tudom hányszor, és miért ne sikerülhetne ez egy olyan döntőben, ahol igazából tényleg azt mondom, hogy a Ferencvárosnak nincs mit elvesztenie, vagy nincs mitől tartania, hiszen a Győr volt az nem abszolút esély, de az esélyesebb a párhaznak. És egyébként visszatérve a Hánynak ez a tervezése, Bennett Wiggertnél látok ilyesmit egyébként, ő is sokszor elmondja az időkéréseknél, pont a legutóbb, amikor a Kiel ellen voltak, vagy játszottak, nem tudom már mikor volt, talán még ősszel, és elmondta az 50. percben, hogy most döntetlen van, és pontosan ez az állás, amit ilyenkor szerettünk volna elérni. És ezt elmondta a csapatnak, és utána a csapat rátett egy-két lapáttal, és ez a csapat ez megverte azt a két, aki ugye bajnoki címvédő volt, talán most így nem teszek rá mindent, de valami hasonló, és ezt éreztem, ilyen déjà vu érzésem volt, hogy a Hányinál is, hogy tudta jól, hogyha ez a helyzet fennállhat, akkor igenis vannak akkor a mentális fölényben a Győr ellen, amelyiként tényleg az ember beleborzong ebbe, mert hát azért nézzük meg, hogy milyen profi játékosokból állít tényleg elképesztő keretem van a Győrnek, és tudták azt, hogy viszont ez a mentális fölény, ez most már az övéké, és most már talán ez megszokható, és kíváncsi vagyok egyébként, hogy ez mennyire fog megváltozni a jövőben, ha új játékosok lesznek, új mind a két oldalon, hogy ez vajon fennáll ez a múltból való pozitív táplálkozás, hogy így fogalmazzak. Szabi, ha már így kihagytalak egy körből, legalább egy számodra kedves témával jövök. Nyilván sokat beszélünk arról, hogy a Győrnek milyen problémái vannak, és mi vezetett ahhoz, hogy ők elvesztették ezt a kupadöntőt, de nagyon fontosnak tartom, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy legalább néhány percig dicsérjük meg ezt a Ferencvárost, mert akárhogy is, akármennyire nem iszonyatosan bonyolult, iszonyatosan kidolgozott játékkal, de el kell ismerni, hogy Ellen Heine jól nyúlt ehhez a kerethez, a játékosok vele tartanak, emberileg hiteles számukra, és ami nagyon fontos, gyakorlatilag egy sornyi felnőtt játékossal játszanak folyamatosan úgy a meccseket, hogy ezt igazán nem érezni a pályán. Tökéletes kérdést tettél föl, mert menet közben, amíg ti beszéltetek, addig én jegyzeteltem, hogy mire szeretnék majd reagálni, illetve mit kellene elmondani.
Első körben az, hogy a csapat beállt mögé, és hogy olyan játékosokhoz nyúl mindig, akivel működik a játék. Egyre több helyen olvasom és hallom azt, hogy igen, Heine a vezetőedző, de Andrea Lekics a jobb keze, amit mi is láthatunk, de még annál is sokkal jobban beleszól ebbe a taktikai repertoárba, mint amit mi elképzelünk. És egyébként ezt látható a pályán is, pályán kívül is, és ezt a játékosok is megerősítik, ugye említettem már a videókat a mérkőzések előtt, és hogyha arról kérdezték Márton Grétát, Simon Petrát, Januri Kingát és Kluiber Katrint, hogy ki az ész a csapatnál, ki a vezér, ki a taktikai felelős, vagy ki az, akinek az utolsó szava a döntő, akkor Andrea Lekicset említették, vagy éppen az utolsó szójogán Bíró Blanka neve vetődött még fel, annak a Bíró Blankának a neve, aki 13 védést mutatott be tegnap, a második fél időben 9-et, amivel abszolút toft fölé tudott nőni, és az ő jó teljesítménye volt az első alappillére annak, hogy a győzelem összejött a Ferencvárosnak. Egyébként össze 14 védést mutatott be a Győr ellen, és az is egy kevés gólos találkozó volt. Ezt is említettem már a Ferencvárosnál egyébként, még a Bajnokok Ligája elemzésünknél, hogy a kevés gólos mérkőzéseket a Ferencváros rendre meg tudja nyerni, és ez is egy ilyen találkozó volt. És hogyha az egymás elleni mérleget nézzük, az előző 10 találkozójából Győr Fradit, hogyha nézzük, hetet nyert meg a Ferencváros, ilyen sorozat nem tudom, hogy mikor volt, és emlékszem még azokra a mérkőzésekre, amikor 2019-ben például december utolsó napjain játszottak, és a Ferencváros vezetette a hajráig, és ott a Győr meg tudta fordítani, vagy esetleg 2021-ben a Magyar Kupa elődöntőre, vagy 2019-ben szintén a Magyar Kupa döntőre, hogy ott a Ferencváros vissza tudott zárkózni, de a hajrában az Eto'o meg tudta fordítani ezeket a mérkőzéseket, és most ez a tendencia megfordulni látszik. És hogyha már említettük Böde Bíró Blankát, ugye Andrea Lekics is 7 gólig jutott el, tehát az ő szervezőkészsége és gólra törő játéka nagyon-nagyon szükséges volt, az első negyed órában csak neki volt gólja a ferencvárosiaktól. Ez is rettentő fontos volt, Márton Gréta 6 per 6-tal zárt, egy olyan Mártont láthattunk, amit rég nem a Ferencvárosban és a válogatottban sem. Ez azért mindenképp jó jel, és reméljük tudja ezt a formáját tartani, minimum még egy hónapig, hogy az olimpiai selejtezőn is ilyen jó játékot mutasson. Valamint azt a Simon Petrát kell szerintem megemlíteni, aki egyszer már kivéreztette ezt az Eto'ot, méghozzá Debrecenbe, és most is 2 góljánál is az volt az érzésem, hogy nem hitték el neki sem a győri védők, sem Sandra Toft, hogy ő lőni fog. És lényegében mozdulni nem tudtak a lövésére, mert passzra számítottak, és ezek a gólok mindig olyan pillanatban jöttek, amik nagyon fontosak voltak, tehát rendre-rendre jól szólt közben. És hogyha már említetted ezt, hogy Magyarországon ez klasszikus mérkőzés, a nemzetközi kézilabdával foglalkozó social media oldalakat is nézve, nagyon sok helyen követték egyébként ezt a találkozót, és azt hiszem, hogy a női kézilabdázás ünnepének titulálták ezt a mérkőzést, tehát már ha a játék színvonala nem is volt az, de csatában mindenképp azt hozta, és hogyha még egy gondolat elejéig visszakanyarodunk a győriekre, Oftedal sem tudta a mérkőzést követően megmondani, hogy mitől roskadtak össze, és mitől engedtek el egy 5 gólos vezetést. Ezt gondolom, hogy ki kell elemezniük és át kell nézniük, de belülről ő sem érezte ezt, hogy mi lehetett volna a probléma. Na és hát akkor ne kerülgessük tovább a forrókását. Ez az utolsó kör olyan lesz, amihez mindketten nyugodtan szóljatok hozzá, de Zolitól indulunk majd. Mi a helyzet a Győrnél? Lesz edzőváltás, kell edzőt váltani, és egyáltalán hogy jutott ideig ez a csapat, amelyet össze még azért a Bajnokok Ligájában sokat dicsértünk, annak ellenére, hogy a Moson-Magyaróvár ellen hamar jött a pofon, utána az őszleg végén a Fradi ellen is jött a pofon, de úgy nézett ki nemzetközi porondó, hogy azért nem rossz az, amit Kirkeliek elképzeltek, most pedig mégis itt tartunk, hogy ma például a Kisalföld cikkében arról olvashattunk, hogy a plekák szerint nyilván az újság is felhívja arra a figyelmet, hogy ezek nem megerősített információk, de vannak már olyan hangok a városban, hogy a csapat bizonyos kulcsjátékosai elégedetlenek a szakmai munka minőségével, és ezt már a klubvezetésnek is jelezték.
Van olyan játékos, aki a kevés játék lehetőség miatt már a távozást fontolgatja, és hogy összességében is, még hogyha ezeket a plekkákat félre is tesszük, nem tűnik úgy, mintha nagyon egységes lenne ez a Győr. És szerintem először beszéljünk Uri Kirkelének a felelősségéről, és utána, hogy mennyire bonyolult ez a helyzet. Én Kirkeli felelősségének azt látom leginkább, hogy taktikailag nem tett igazán hozzá ehhez a Győrhöz, amit már Ambrose Martin idején is azért kritizáltunk sokszor, hogy hiába a nagyon jó keret, egyszerűen nem elég annyi taktika, hogy ezek a nagyon jó játékosok majd megoldják, és Kirkelinél például azt a 7-6 elleni játékot három beálló áll a rendelkezésére, egyszerűen nem tudom, hogy miért nem játszhatja, ami egyébként az ő Odenzéjének sajátja volt. A rotációja szerintem ezen a meccsen kifejezetten furcsa volt, és nekem itt egy fél pillanatig még a Veszprém is eszembe jutott, ott volt az, hogy évekig arról beszélgettünk, hogy hiába nagyon jó keret, meg hiába van sok válogatott játékos, ugyanúgy 8-9 emberrel játszák le a meccseket, mert így nem lehet kihasználni a jó keretet. És összességében is azt érezni, hogy kevés a padról a hozzáadott érték, és most meg már a játékosok sincsenek olyan formában. Amit Szabi mondott, az szerintem nagyon fontos, hogy Oftedálék sem igazán értik, hogy mi történt. Oftedál egyébként szerintem egy külön téma, nagyon nehéz azt most eldönteni, hogy az ő jelenlegi formájában ő többet árt-e, vagy használ-e az Etunak, annak ellenére, hogy az teljesen egyértelmű, hogy az utóbbi 10-15 év egyik legjobb női kézilabdázójáról beszélhetünk, de már rég nincs azért olyan formában, e tekintetben is legyünk őszinték. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex probléma csomag. Zoli, te vagy az, aki ebben igazságot tud tenni általában. Bár csak így lenne. Hát egyébként, ahogy elkezdted pedzegetni a témát, ugye az volt bennem is, hogy déjà vu, ugye mintha egyszer ezt már láttuk volna, nem is olyan régen, egy magyar edzővel kapcsolatban, ahol szintén, most hát igazából úgy mondanám, hogy azért déjà vu, mert hogy ott is arról volt szó, hogy ha mondjuk Danyi Gábor marad, akkor egy bizonyos játékosok nem hosszabbítanak, a pletykák szerint, nem tudjuk ebből mi az igazság azért, de azért bizonyos források azért ezt többször is megerősítették. Ugyanakkor Danyi Gábor esetén viszont nem volt gond az eredmény, mert hogy az eredményeket hozta, és talán lehet, hogy hazudok, de talán veretlenek voltak a bajnokok ligájában, de cáfoltam meg, hogyha nem így van. Viszont most már azért Kirkél esetében itt a Mosonmagyaróvár, én azt gondolom, hogy egy új edzőnek egy őszi idegenbeli vereség egy top 4 csapat ellen szerintem bele kell, hogy férjen, mert azt mondom, hogy nem ismeri a közeget, új még, stb. És valószínűleg egyébként így is álltak neki szerintem ennek a munkának, hogy ugye van itt egy átmeneti időszak, úgymond itt van még Oftedal, azért próbálnak minden megjelen, amit lehetséges, de nyilván beleszámolták azt is, hogy lehet, hogy nem úgy fog működni minden, ahogy működött eddig, és hát azt kell, hogy mondjuk, hogy Ambrose Martinnál sem működött minden úgy, ahogy már az előtti Ambrose Martinnál működnie kellett volna. És hát, hogyha láttuk a Ferencváros elleni Petlit, mert hát az egy teljes error volt szerintem, és hát utána a Bajnokligában viszont azt láttuk, hogy ez a csapat, ez nagyon komolyan veszi a Bajnok Ligát is, hát ott lehet a végelszámolásnál, sőt, azt is mondtuk meg, hát a fogadó újradák szerint is a legjobb csapat a Győr, ugye rájöbb volt a legkevesebb odds, és aztán jött a csoportgyőzelem, és utána a csoportgyőzelem után elkezdett, hát nem azt mondom, hogy szórakoz, nem tudom, mi a jó szó, de talán kiengedték egy kicsit a lányok, és hát itt már ez egy olyan kérdés, hogy ez mennyire volt betervezve, mint amit már ugye nem tudunk. Csak mi is tippelgettünk, hogy tényleg lehet, hogy van egy felkészülés, lehet, hogy teljesen más edzésmunkát végeznek, ami egyébként, mint a többi csapatok, akiknek még számítanak ezek az eredmények. És hát aztán eljutottunk oda, hogy itt van ez a Ferencváros elleni mérkőzés, ahol azt kell látni, hogy itt valami tényleg nem kerek, és nem azért, mert halljuk ezeket, amiket az újságok írnak, hanem azért, mert látszik is, hogy itt valami nincs rendben, nagyon nincs rendben a csapat környékén. Nekem számomra az egyik legijesztőbb volt egyébként a Saclenadinnak az arca, nem tudom, emlékeztek-e annál a bizonyos időkérésnél. Holott egyébként, ugye, ha jól emlékszem, vissza is fújták egyébként, mert nem lépett le vonalra, de lényegtelen, de lehetett látni, tehát arra az arca szerintem minden le volt írva, minden rá volt írva, úgy az egész szezonnak a fájdalma, értetlensége benne volt szerintem, és hát azt kell mondjuk, és mindig elmondjuk, hogy ez a Győr a világ egyik legjobb egyesülete, profi játékosokból áll, a világ egyik legjobb keretével rendelkeznek, és az, hogy ez a Kirkeli, ha jól ejtem egyébként, remélem így kell ejteni,
hogy ennyire nem fog passzolni, itt igazából egy másik deja vu jött, és ezt talán Martin említette meg valahol, lehet, hogy ellopom tőle itt a dolgot, de hogy ez mint egy kicsit Albertsen szindróma lenne a Győriek esetében is, hogy valahogy úgy tűnik az a Kékely, mint egy ilyen jóságos, nem tudom, irodalomtanár szerep, és aki nem tud viszont bánni ezekkel a tanítványokkal, nem tudja a megfelelő taktikát alkalmazni, nem tud megfelelő rotálni, ragaszkodik bizonyos dolgokhoz, amikhez nem kéne, és az, amivel ő eredményes volt, az viszont nem használja, ami számomra érthetetlen. Nyilván valamint azért van különbség a keretek között, hogy az Odenzénél lehetett azt csinálni, hogy hát nem olyan erős a keretünk, és akkor egy jobb csapat ellen, egy hétat ellen egy, lehet két kicsit kiegyenlíteni ezt a különbséget, és lehet úgy gondolja, sőt biztos, hogy úgy gondolja, hogy ennél a keretnél viszont nem kell hétatot csinálnia, pedig ugye nem ártana, hiszen azért világklasszis beállósok vannak, méghozzá nem is kettő, és mégsem működik valami, és most már az az igazság, hogy nem tudom, mennyire volt ez betervezve, hogy ezt már a Martin nem tudom, elmondta, vagy el fogja mondani, hogy a jövő évi keret úgy van kialakítva, hogy ő szeretné. És viszont a közhangulat az pedig úgy néz ki, hogy a szurkolók, a fórumlakók, illetve mindenki ezt a Győrt úgy képzelni el, hogy a dán edző nélkül, ami meg szintén egy nagyon komplex kérdés, hiszen ha az ő szájéze szerint alakították ki a keretet, amit elmondtam én már többször, és határozottan állítom, hogy ez a keret már nem olyan erős, és az igazolások nem olyan világra szólóak, mint ahogy a Győrtől megszokhattuk, akkor viszont jöhet egy új edző, de akkor megint itt van, hogy mondom, nem is tudom, 22-es csapdája, vagy hasonló, hogy jön egy új edző, akinek van egy teljesen testidegen kerete, nem is olyan erős kerete, és őtől is elvárják a csodát, amiben valószínűleg szintén bele fog bukni. Úgyhogy én nem tudom, mit csinálnék, én szerintem most a Győri vezetése tudja, hogy mit csináljon, mert ki kell várni, szerintem nyilván meg kell várni a bajnokligáját, de ha a bajnokligájában megbuknak, és nem jutott be mondjuk a Final Four-ba, amire azért jó esély van, akkor én azt gondolom, hogy azonnal bukni, azonnal meg kell válni az edzőtől, hiszen nem mindegy, hogy a jövőben milyen játékosok érkeznek, illetve milyen játékosok mondják azt, hogy hát jó, hogyha ő marad, mint amit már láttunk, ugye korábban is volt ilyen, akkor ők mennek, és ilyenkor azért általában azt szokták mondani, és azt látjuk így a világ sportjában, hogy bizony itt szép dolog ez, hogy az edző mellett kiállunk, de azért, hogyha sok játékos, sok világklasszis játékos egyöntetően mondja, hogy már pedig ez nem működik, akkor általában a vezető edzőtől a legkönnyebb megválni, nem attól a 3-4 klasszis játékostól, és szerintem is így lesz. De az is lehet, hogy a bajnokligától függetlenül, mert ugye itt egyetlen egy dolog menteti meg a Győr szezonját, az a bajnokliga győzelem, de megmondom őszintén, erre most nem látok reális esélyt, és lehet, hogy rám cáfolnak, és akkor respekt, de én nem látom ebben a Győrben, hogy ezt szerintem vannál rengeteg jobb csapat, jobb formában lévő csapat, ahol rendben vannak a dolgok, és én azt gondolom, hogy csoda lenne most, én azt gondolom, hogyha megnyerni a Győr a bajnokligáját. Azt mondta Zoli, hogy ő nem tudja, mit kellene csinálni, és valószínűleg az a győri klubvezetés sem, de hát akkor van még egy esélyünk ebben a beszélgetésben, Szabi. Te tudod, hogy mit kell csinálni? Nem is tudom, miért nem velem kezdted, mert egyből megmondtam volna a választ. Mindenféleképpen szerintem a kommunikáció, a stáb, a játékosok, a vezetőség és a szurkolók között. Tehát amilyen rossz most a közhangulat, biztosan eljut ez a győri vezetőkhöz is, a játékosok is biztos érzik, hiszen tegnap a mérkőzést követően a győri szurkolóknak szerintem a háromnegyede hazament, tehát hogy már az éremátadás sem várták meg, ezt azért lehet érezni. A csarnok előtt sem, mikor jöttem hazafelé, álltak győri szurkolók, hogy egy-két pacsit még pluszban begyűjtsenek. Szóval szerintem mindenféleképpen itt a kommunikáció, és itt az adás előtt, hogy beszéltünk is, én is, hogy a fórumokat olvasgattam, és a különböző csoportokat átpörgettem. Mindenki Barta Csabának a nevét emlegeti, hogy milyen jól kommunikálta a dolgokat, és fogta egybe a győri klubot úgy egy az egybe. Szerintem most is ez volna a legcélra vezetőbb, mert most egy hónappal egy bajnokok ligája negyeddöntő előtt edzőt cserélni nagyon nehéz lenne, és akkor felteszem azt a kérdést, hogy kit hoznak a helyére. Mert olyan szintű edzőt, akit az Eto'o padjára le tudsz ültetni, nem hiszem, hogy szabadon fognak találni. Ha pedig hoznak egy névtelen vagy középszerű edzőt, senkit nem megbántva vagy magaslóról beszélve, akkor ott ugye nem tehetné meg. Szóval akkor a játékosokban megint ugyanaz a kérdés fog felmerülni, ami most is. Ugye, hogy nem elégedettek a
szakmai munkával, illetve hogy nincsenek kitűzött célok, ők ezt érzik. És ugye Albertsen kapcsán is ez volt a probléma, hogy a játékosok megették őt is. Lehet, hogy Kirkerinél is kicsiben ez működik, tehát itt az edzőválasztásnál itt erre is nagyon oda kellene figyelni. Egyébként 2004-ben volt utoljára olyan, hogy a Győr nem nyert itthon semmit, tehát sem a Magyar Bajnokság, vagy a Magyar Kupa nem volt meg nekik, ez 20 éves távlat, tehát hogy most olyan negatív rekordok dőlnek meg Győrben, ami azért eléggé fájó a szurkolók számára, hiszen nem ebben a szocializálódtak az elmúlt években, és a játékosok biztos, hogy akarták ezt a győzelmet, hiszen ahogy Zoli is említette, Sacyl Nadin arcát, ugye a mérkőzést követően is több nyilatkozatot is adott, és ott is lehetett látni rajta, hogy nagyon csalódott. A Zsofredál ugye könnyek között hagyta el a vegyes zónát a mérkőzést követően, és ott többen is a kispadon ültek, és maguk elé bámultak. Szóval probléma van, nyilván ezt minél hamarabb meg kell oldani, és szerencséjükre van most egy hónapjuk még körülbelül szerintem a negyed döntőig, szóval ezt ez idő alatt kellene megtenni. Győri szurkolóknak szerintem most ezt nagyon nehéz feldolgozni, hiszen szokták mondani, hogy fentről lefelé zuhanni mindig sokkal nehezebb, de szerintem ezt méltóság teljesen kell kezelni. De hát akkor itt felvetődik rengeteg további kérdés is, amit például olvastam, és hogyha esetleg ez a sikertelenség éppen magyar játékosokkal történne, akkor is így állnának-e a győri szurkolók ehhez a kérdéshez hozzá, és akkor ugye itt még a játékosok rotálása is felmerült, Yvette Brock végigpadozta az egész négyes döntőt, De Paula a döntőbe szerintem 5 percet, hogyha kapott, tehát ugye vannak olyan megválaszolatlan kérdések, amikre lehet keresni a választ, és lehet, hogy reggelig is itt ülhetnénk ezeket boncolgatva, de mindenféleképpen ahhoz, hogy ők Final Four-t játszhassanak, változtatniuk kell a játékukon. Engedik Csak ne azt ügy. mondjuk, Ja, mondjad. bocsánat, annyit szeretnék hozzátenni, hogy itt ugye mondta, hogy egy hónap van felkészülés, de közben azért van egy selejtező, ugye nem nagyon vannak együtt a játékosok. Ami szintén ugye ki tudja, milyen állapotban jönnek vissza a sérülésekből, stb. És még ami fontos egyébként ilyen szempontból, hogy amit említettünk, a kommunikáció, és azért valljuk be, ez a Ferencvárosnál sem éppen a legjobb, de az, hogy a Győrnél szerintem ezt lehetett volna úgy kezelni, de én nem olvastam, vagy meg lehet, hogy túlsiklottam rajta, hogy hát lehetséges, hogy ez egy átmeneti szezon, lehet kommunikálni is a szurkolóknak, de az, hogy nem volt kommunikálva rendesen, és most kb. Úgy néz ki az egész, hogy ilyen vudubabák, kékeli vudubabákat szurkálnak otthon a győri szurkolók, szerintem ez nem túl jó, és lehetett volna azt mondani, hogy hát igen, most ez egy átmeneti időszak, jönnek az új játékosok, adjunk neki időt, álljatok mögé, stb. 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 De ez nem történik meg, mert valószínűleg félnek is ettől a kommunikációtól, hiszen az a Győr azért átlagban az egy-két kupát, sőt volt ugye, hogy triplázott is, nyert az utóbbi időkben, és most ez elég nehéz lehet elfogadni, pedig egy ilyen átmenet edzőváltás után minden csapat életében megtörténik. Hát igazából pont az ősi riválisnál, úgymond a Ferencvárosnál is ugyanezt történt, hogy jött egy új edző, nem működött, és aztán most pedig minden működik szinte, és tényleg valóban az, hogy az egyik félnél azt lehet látni, hogy 7-8 játékos játszik csak, és nem tudott nyerni, a másik oldalon 7-8 játékossal pedig megverik a Győrt, ami érdekes, és én azt látom, hogy legalábbis nekem azt tűnt fel az első fél időben a döntőben, hogy azért fel volt készítve ez a Győr, mert azért azt nem mondhatjuk, a beálló elleni játékra például tökéletesen felkészült, nem is tudom, az első fél időben kapott a labdát a bármelyik beálló a Ferencvárosban, és lehetett látni, hogy ezt tudatosan felépítették, tudatosan készültek erre, és aztán valami mégis megtört, és azt mondom én, hogy ez már nyilván a szakmai, vagy inkább a edzéselméleti dolgokon túl lévő dolog, ez a mentális dolog, vagy mentális háttér, amiben egyszerűen a Győrnek kéne előre lépnie, de hát azt tudjuk mondani, hogy egy magyar csapatnál történik, hogy ja, hát persze, a magyarok mindig kikapnak, meg emlékezünk Mocsai féle döntőkre, stb. Pedig ez nem igaz. Hát látjuk, hogy a skandináv csapatok, skandináv játékosok is ugyanúgy le tudnak blokkolni az utolsó 10-15 percekben, és furcsa ezt látni, megmondom őszintén, mert tényleg az van, hogy azt mondom, otthon vakaróznak a játékosok, hogy ilyen játékosokkal
hogy nem tudjuk megvenni a Ferencváros, aki tényleg végig szenvedte az egész őszt, és éppen bebukdácsolt egy a bajnok ligája további szakaszába. Úgyhogy nagyon érdekes lesz a következő hetek történése a Győrnél is. És hát igazából azt mondom, hogy a Ferencvárosnál is nem tudom, mi az utolsó információ, hogy a Heine marad, nem marad, ezek után mondjuk furcsa lenne, ha nem maradna. És az Zoftatár egyébként a mérkőzés után ezt el is mondta, hogy jól felkészültek a Ferencvárosból, és nem tudja, hogy mi történt, és azt már említettem is, hogy keresik ők is rá a mieteket ott a mérkőzés után, mert nem érezték bentről, hogy mi lett volna a probléma. A másik az, hogy ha az emlékezetem nem csal itt évelején, de ha nem is évelején, évközben, ki volt mondva az, hogy minden címet meg szeretne nyerni az Eto, szóval itt tényleg a Ez gond, kommunikációval Viktor, ez gond. ilyen szintű probléma van, mert hogyha kicsit szerényebb célokat állítanak fel, lehet, hogy akkor ott kicsit haragszanak rájuk, de utána a szurkolók utána beláthatták volna, hogy mégiscsak ez a realitás, és helynére pedig visszautalva, itt is csak azt a kérdést tudom feltenni, amit a Kirkelivel kapcsolatban, hogy kit lehet a helyére hozni, kit lehet a helyére mozdítani. Mert ugye jövőre a Ferencváros nem még erősebb keret lesz, és én szerintem sok saját magamból kiindulva, hogy egy olyan edző kellene egy ilyen szintű keretnek az élére, akire a játékosok fel tudnak nézni. Mert akire nem tudnak a játékosok felnézni, akkor az valószínűleg Albertsen sorsára fog jutni. És akkor, ha nem csak a kvalitásokat nézzük, hanem hogy milyen erős személyiségek vannak ebben a Ferencvárosi keretben, gondolok itt Lekicsre, Cvicsre, Tomori Zsuzsára, Böde Bíró Blankára, akik mind-mind vezéregyéniségek, és én szerintem az én megérzésem most az, és egy-két ilyen kommentet vagy találgatást olvasva, még egy évig helyne fog maradni, ahogy említettem, Mandzsa Lekics az ő jobb keze, és nagyon-nagyon szabad kezet kap, úgymond a támadásokban és azoknak a szervezésében, így mivel a hangulat is helyne mellett úgy tökéletes, a szurkolókkal is megtalálta az összhangot, és a játékosokkal is láthatóan, hogy működik az úgymond kémia, így szerintem a jövő évre ő fog maradni, de hát nyilván erre a bejelentésre még várnunk kell. Ha valami működik, akkor az ne változ, azt szokták mondani. Ez egy tényleg egy óriási közhely, de én azt gondolom, hogyha most hányat elküldenék, vagy mondjuk így, hogy új edzőt hozzának, akkor szerintem ugyanott tartanak, mint amikor az Albertsent hozták. Ezt azt látom, hogy nyilván te ezt jobban látod, sőt többet látsz ebből, ugye a tévén keresztül nézem, vagy laptopon keresztül, hogy ez a keret, ez imádja Heinét, vagy és fordítva is igaz. Nekem ez jön át, lehet, hogy nem így van, vagy lehet, hogy nem mindenki van, de nekem az jön át, hogy nyilván, ha nem is Elek Gáboros magaslatokban, de azért megtalálták ezt az összhangot, és ezen én nem változtatni, megmondom őszintén, mert teljesen felesleges. Idehoznak egy más típusú edzőt, aki teljesen máshogy kommunikál, aki teljesen máshogy próbálja megérinteni a játékosokat, és akkor a játékosok meg úgy, elhatárolódnak tőle, mint mondjuk az Albertsentől, aki így ránéz egy ilyen ridegebb, szigorúbb pasasnak tűnt, és szerintem teljesen feleslegesen nem megkísérelni, következő szemben még egy edzőt idehozni, és még egyszer kipróbálni, na hát, ha most működik, amikor szemmel láthatóan most ez működik. Tehát bármi is lesz a bajnok ligájában, azért szépen felállt a talajról a Ferencváros, ugye azért szerzett azért nagyon fontos pontokat is, az, hogy most a Győrt kétszer is igazából mondjuk ki, szinte simán megverte, ebben azért az is benne van, hogy ha nem is Hánynak a szakmai tudása, mert én ezt nem vitatom, vagy nem is szeretném azt megítélni, de itt látszik szerintem, hogy milyen fontos az edző személyisége. Tehát szerintem ilyen, én mindig elmondom, hogy szerintem ezen a szinten óriási szakmai különbségek, óriási titkok már nincsenek, én ezt állítom, és éppen ezért fontosabb a másik része, a mentális felkészítés, a szimpátia, a játékosokkal a kommunikáció, és ebben helyen szerintem tökéletesen múlott, és még az is elfogadható, azt mondjuk, hogy hát lehet, hogy vannak nála jobb edzők a világon, úgymond, de ez a csapathoz, ez ő passzol a legjobban. Pontosan, ez így van, ezt szerettem volna hozzáfűzni, illetve megtalálta azt a hangsúlyt, vagy éppen meglátta azt, hogy a Ferencvároshoz mi élik. Hiszen a játékosokkal jó kapcsolatot ápol, a szurkolókkal jó kapcsolatot ápol, oda megy a szurkolótáborhoz, végig megy a mérkőzések után, és lepacsizik velük, és ez lehet valakinek ilyen hízelgésnek tűnik,
de valahol meg neki is jól esik, és a szurkolóknak is, hogy egy kicsit közelebb érzik magukhoz, még akkor is, hogyha egy dán nem magyar, és lehet, hogy 5 évvel ezelőtt nem tudta, hogy mi az a Ferencváros, hogy mi az, ami ezt a klubot tényleg körülveszi. És a másik pont dolog, amit, vagy ilyen dolog, amit el szerettem volna még mondani, hogy egyre többet hallhatjuk, akár a kézilabda, akár a futball területéről, hogy itt már szakmai különbségek nincsenek, hanem sokkal inkább jó tanárnak, vagy esetleg jó pszichológusnak kell lenni, hogy tudhatni egy játékosra, érezd meg azt, hogy ki van olyan paszba, akihez most nyúlhatsz, vagy éppen ő hozzá, hogy kell hozzászólnod, és elfogadta őt a keret, ahogy említetted, lehet, hogy nem Elek Gábori magasságokba, hogyha te szabadon élek, lehet, hogy a Cvicstől a helyne nem fog puszit kapni, mint ahogy az Elek Gábor kapott, de mindenféleképpen sokkal jobban működik ez az összhang, mint évelején működött ugye Ábercennel, és nem tudom megmondani, ennek utána kell majd járni, hogy a Ferencváros mikor nyert utoljára bajnokságot és kupát egy évben, de valamikor 90-es évek, vagy lehet, hogy még a 2000-es évek eleje, de inkább a 90-es évek szerintem. Na, kemény kör volt, nem engedtétek, hogy lezárjuk az adást, és hát ugye az előbb Szabi azt mondta, hogy reggelig itt ülnénk, hogy megfejtsük a helyzetet, tehát ez majdnem sikerült, ennyi kulisszatitkot elárulhatunk itt a felvételi időponttal kapcsolatban, viszont nagyon izgi vita volt, úgyhogy szerintem senki nem bánja majd meg, hogy ezt még beletettük a mai adásba. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen élénkkel és ennyi gondolattal részt vettetek ebben a körben. A hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet. Ahogy azt minden adás végén elmondjuk, olvashatok a cikkeinket a honlapunkon, kövessetek minket Facebookon, Instagramon, itt YouTube-on, és hát annyit elárulhatunk itt a következő heti tervekből, hogy jövünk majd a férfi olimpiai selejtező értékelésével, a férfi bajnokok ligája csoportkörének lezárásával, és természetesen következő hétvégén már a női bajnokok ligája is visszatér, úgyhogy meccs az lesz bőven, téma lesz bőven, mi pedig itt leszünk, ahogy eddig is a szezon során. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!